Budufa! 4 perc alatt 10 pont. Deja vu. Na mindegy. Nyugi már, hát alig kaptál. On, láttad. Double kill! Jó, viszont a... Na, akkor én is bedomom a dolomonomat, hogy tetszik? He? Ha? Semmi esélyetek! Most fogytam ki. Ezt megkaptam. Ha mondjuk simában használta volna, akkor még nyert ügyem lett volna, de mindegy. Hú, nagyon messze vannak tőlem, úgyhogy be kell gyorsítanom. Hú, ez nem rossz. De megint gépfegyver van nálam. Erősebb gépfegyver. Ó, szépen dolgozik a drónom. Ó, triple kill! Ez nem tudom mi volt. Ez van, haladjunk tovább. Haladjunk tovább. Nem látunk itt semmit. Ez, mi volt ez? Mi volt ez? Smörgöszkerelmik! Mit tudom én. Jó, akkor már csak egy pálya van hátra, a Western Turn. És akkor toljuk, mi ez? Sima circuit race. Mi? Hogy néz ki a pálya? Mint hogyha egybe folynának, és mint hogyha... Jó, hát ez a kedvenc pályám, hát bennyek a pöcsönbe, hát komolyan mondom, imádom ezt a pályát. Na ez egy jó pálya. Itt nincs olyan az, hogy ki tudok csúszni, meg ilyesmi. Itt nagyon jól lehet darálni az egyenest. Nézzük, 8000, nem tudok semmit, de ezzel megyek. Lassan mindjárt gold kiszerelést kap. Na, utolsó előtti pálya a fejezetben, és utána jön a bajnokság, és ezzel befejezem a mai részt. Na, jó pályához jó kezdés is kell. Azaz! Hát látok, ez már egy csővé alakult át. Örülnék, hogyha a pirosat is felvenni azért. Jó. Ezt még megengedem. Na, ott a piros. Ez az ugrató, amit most már... Hát... Teljesen mindegy. Nemtől kortól függetlenül háború van, kisanyám, attól, hogy nő vagy, nem azért. Te a kedvenc fekete özvegyem vagy, imádlak, Ashlyn, de most... De mondja ezt, hogy izé, megbántasz egy hölgyet? Meg ő maga mondja, hogy bocs, de ez játék. Ez mondjuk jó. Jó, ezt visszakaptam, megérdemeltem. Jó. Szép volt. Azt mondta Geronimo? Nem tudjuk, hogy mit vartjuk pontosan, mert ilyen kódnyelvben beszél. Cleaver és Juar hogy kapják? Öcsém! Aja, ja, csak izé, Tarkot kaptam. Az a boha hang. Olyan, mintha egy kígyó boázna, de mindegy. Köp ki azonnal, mondd azt, hogy boa. Baj is kéne. Azaz! Ez az! De szar volt ez! Ja, hogy össze vannak fűzve. Azért ilyen nagy a pálya. Ja, nincs rajtam pajzs. Hát akkor ezt szoptam.
Jaj, most itt vagyunk a városban, jaj ne, jaj ne, jaj ne, jaj ne, jaj ne, jaj ne. De mi az a derékség? De itt vannak mögöttem. Na most könyörgöm, nem most legyen a pálya vége. Ah, na úgy kiesek. Neked not good, de nekem good. Ah! Ne! Ne! Cleaver! Ne szórakozzál már, ne! Ne rossd el a hangulatomat! Itt vagyunk a pálya végén. De miért én kapom? De hát itt nyomom a boostot, hogy nem élem el? Az agyek... Oh! Mi? Ott a pálya vége. Cleaver, nagyon feladtad a leckét. Hú, ezt azért kaptam, mert úgy nagyon kicsesztelek jó árral együtt azokkal a feltelepített szentriágyukkal. Ezért kaptam én most. De mi az, hogy az utolsó pillanatban elérem a zöldekot, akkor nyílsz ki? Te nagyon köcsög vagy, tudd meg. Hú, na gyerekek. Megvagyunk minden, összegyűjtöttünk minden medált. Tehát 60, de most tegyük fel, 120 van. És jól lehetett látni, hogy amikor elkezdtem a felvételt, akkor kb. 40% nem volt. Tehát most elértem vagy 45-50% környékén. Gyerekek, a játék felével megvagyunk. Ha ezt megcsinálom. A Zöld Eco Grand Prix Kupa bajnokság, vagy Zöld Eco Kupa Grand Prix Forbidden Jungle-ről, Mountway Top Highway-vel és Northern Tour-ral egybe spékelve. Úgyhogy gyerekek, fogok szenvedni rendesen, és megint nem tudok tuningolni, mivel 20 meg 20, 22 ezer környékén vannak a legutolsó fejlesztések. Úgyhogy ezzel a kocsival kell végigcsinálnom a dolgot. Nem vagyok felkészülve. Ja igen, és itt Cleaver a fő boss. Ugye az előzőnél UR volt, most meg látom Cleaver a fő boss ennél a kupánál. És akkor gondolom Razor lesz a kéknél, és a sárgánál meg még valaki lesz. Szerintem Mizo. Biztos vagyok benne, de lehet, hogy valami más lehetséges dolog lesz. Hát, ha megtudjuk, hogy miért volt lefizetve. Jó. Forbidden Jungle kétkörös, szóval ez egy normál pálya lesz, és szenvedni fogok, mint a rohadt élet. Azaz! Szép kezdés! Ja, ez a csúszós rohadék. De miért emelkedek fel, ahogy cseszett lépcsőre, de miért engem kell becírozni, amikor mögöttem is vannak rohadékok? És Cutter is visszatért, rohadjál meg, mit keresel itt, rohadjál meg, takarodjál haza anyukádba, megint rám fogsz ugrani, miért csinálod ezt velem, hagyjál már békén. Lefékeztem, akkor már miért megy tovább? Szíg! Ne szórakozzál velem, elég volt, hogy a Cleaver engem szétrugta a seggemet. Most megtapasztalod, Cutter, hogy milyen érzés az, amikor hátulról engem dugtostál. Most ugyanezt kapod majd vissza. Armageddon! Hú, ez most jól jött! Hagyj egy pirosat! Jó! Hát azért láttam azt a piros piros célzókát, mert egyszerre még... Haha! Mert egyszerre tőkövetővel, meg izével is támadtak. Pacemakerrel. Ajj!
Menjél már! No, ez jó volt! A pacemakert megtartom. Kell valami hátsó, gyorsan. Akna nem rossz. Vedd fel a zöldet! Miért nem veszed fel a zöldet? Miért csúszkálsz már megint így? Hát semmit nem tudok fölvenni. Ez az végre az olajos tűz! Tűzfal! Windows tűzfalat adtam neki. Senki nem halt meg bele. De valaki fölrobbant, azt láttam. Na megállok, és csúszt, driftelek és fékezek. Akkor már miért mész tovább? Ez jó volt ez az ugrató. Na, 10 ponttal megvagyunk. Jó, haladhatunk tovább. Mi volt a következő? Forbidden Jungle? Mountain Top Highway. Jó, ez kedvenc. Na, most próbáljátok meg megállítani, köcsögök! Ezt most elbuktam. Hó, de jó jött ez az élet energia! De miért? Jó. Ködből leállhatná már ez a játék, mert állandóan mindig ködöt ad. De elegem van már a ködből. Cuttert nem tudtam elkapni. Komolyan? De miért engem? Nem igaz. Jó, ez mondjuk hülye beszólás. Ez majdnem olyan beszólás, mint amikor az a szegény 9 éves kisgyereknek odaadják, mit szegény, a szülőknek adnék egy pofont, fiatal szülőknek, hogy izé, van egy ilyen kis meme videó, az ilyen gamer rage-es izéknél, amikor nagyon beindult a Fortnite, fú, de nem bírom azt a játékot. Akkor volt egy olyan, hogy kisgyerek, élő közveti, izé, 9 éves körüli kisgyerek, odaadják a kezébe a PS4-et, Fortnite-ozik, élő közvetítést csinál, és egyszer csak így rohangál, ja, Battle Royale, mert nem a Fortnite az a Battle Royale, és nem a Save the World. Gratulálok. Ami még mindig beta verzióban van. Tehát odaadják a kezébe a PS4 kontrollert, a PS4-jel játszik, oszt, fogják, és egyszer csak így random lelövik. Mert a játékban ugye az a fontos, hogy le kell lőni egymást. És a gyerek kiakad, és elkezd bögni, hogy hát te miért lőttél le? Egy lövöldözésen alapuló játékban megkérdezi, miért lőttél le? Hát gyerek, hát le kell lőni téged, mert ez a lényeg. Még akkor is, hogyha nem arra a megfelelő időpont. Nem. Hát miről szól minden egyes Call of Duty, meg ilyen TPS-es játék? FPS, TPS. Benne van a nevében, hogy shooter. Lényeg, hogy le kell lőni a B, a célpontodat. Ez a lényeg. Nem, és kiakad meg ilyesmi, és akkor elkezd bőgni, meg sikítozni, hogy mit csináltad? És még a szülők mondják, hogy na jó, most fejezd be. Hát akkor, kedves szülő, mi a toszért adtad a kezébe a joystickot? A te felelősséged volt. Annyira bírom az ilyen embereket, ilyen idiótákkal vagyunk körülvéve. Úgy van, most végig játszás, és közben meg nagyon filozofálgatunk nagyon érdekes dolgokról. De ezek közben végig csináltam az első, ez a második pályát. Első helyezéssel 10, plusz 10 ponttal már 20-as pontot értem el, szóval a nyerés az már határtalan, tehát biztos dolog. Illetve a Northern Tour, S1 körös,
És elcsesztem a rajtot. Hogy? Ja, mert ez egy nagy cső. Picit, mint hogyha megindultam volna. Nem tudtad volna korábban elindítani azt a cseszedéket? Akkor erre megyek. Csak pacemaker-t ne indítsam, mert akkor attól kapok a rászkódást. Jó, a gránátot elnézem. Jaj, nem látok. Ne menj bele! Jó, a pajzsod le van szarva. Akkor kell pánikolni, hogyha sötét pajzsod van. Pacemaker-t adjál, Jenko. Na. De miért csúszkálok? De jó. Adjál már! Hát mennyi, haladjál már tovább! Hát miért? Megint a cseszed drónoddal akarsz széteríteni. Nem igaz. Engem? Hát nem én voltam az első, vagy én voltam? Ja, de én voltam. Azaz! Na, végre valami használható fegyver a rossz sebbe már. Ez most valami vit? Cutter! Ne szórakozzál már velem! Megint te! Borzasztó, mit csinálsz. Borzasztó. Ne engem lőjél már, ne engem lőjél, ne! De, Greeny Launcher. Menjél ma! Na jó, felveszem a pajzsot. Ki tudja. Mi következett ezután? De vedd már fel a nyomva pirosakat! Na nagyon kérlek! De már megint mi ez? Miért a ködöt? Miért a... Küldöt veszed föl! De mi ez? És mi ugrálok már megint össze-vissza? A pálya 3/4-énél, komolyan mondom, már megint mi ez a táncolás? Ez nem a Dance Dance Revolution? Na! De már megint, csak megnyomtam a gombot és már elkezd csúszkálni! Hát nem csináltam semmit, öcsém, maradjál már egy helyben! Annyira meg tud lepni ez a játék. Nem csinálok semmit, és már önmagától kezd el valami. Ez, hogy így random így leáll a motor. Random így leáll a motor. Mindjárt fölrobbansz. Ezt köszönöm. Na most nem tudok gázt hajtani, mert nincs nitrom. Most már igen. És már megint ez a nagy ív kanyarodás. A viharos éjszaka. Na, ilyenkor jól jön a köd. De már megint, miért nem tudod korábban benyomni azt az Isten verte hőkövetőt? Most is! Hát, nem hiszlek el, gazda. Róka Gergő bá. Nem látod, hogy a farkas a lóhátán van? És az nem én vagyok? Isten, merjen meg! Pont most kellett a sötét erődet aktiválnod, rohadjál meg! Get some, és ő robbant fel. Az utolsó két mondatra.
És itt a pálya vége. Könnyű ma! Azaz. És beugrottam a 30 pontra. Ú, gyerekek, ez itt nagyon kemény volt a végére. És így van, nesze neked. A nagy főbossz 4. helyezést ért el, de... Így van, 3. helyezést kapott. És Ashlyn vette át a stafétát, úgyhogy ennyit neked. Nagy bepofázós része innen, 33 000, tökéletes. Megvan a zöld kupa, gyerekek, megvan a zöld kupa, a játék fele megvan, gyerekek. Tiszta levegő. What makes you think people won't kill you for this? What? Did I slur my words? Aren't you worried? Tell you the truth, I'm probably dead already. But that doesn't mean I can't take a few scumbags with me. Well, you made the people cheer, and that's good for business. Very good indeed. Until next time, this is GT Blitz, signing off. You got a sweet gig going here. Oh, it's all for show. For the bigger powers that be. I'd be careful though. I hear Mizo had a pretty sizable bet on this race and lost. Mizo elvesztette a fogadást. Gyerekek, én már van egy sanda gyanúm, ez a pofa, ő a főboss. Biztos vagyok benne. Nem tudom, én nem tudom, csak találgatok, de ő lesz a főboss. Gyerekek, van egy sanda gyanúm. Van egy nagyon nagy sanda gyanúm. A Javelin X. 3. osztályos kocsi. Nagyon tökéletes Verda. De én egy másik kocsira pályázok, amit azt hallottam, hogy az minden idők egyik legjobb kocsia. De a 3. osztályos kocsival ezzel fogom tolni. Ez a Javelin X olyan jó színe van, hogy marad ez a szín. Most én kivételt teszek. Illetve a tankos megfelelője az a The Anvil RTX. Az üllő. Nagyon érdekes. Egy gerely és egy üllő. Még érdekes párosítás. Az X és az RTX. Jó van. Na, nagyon érdekes. Ez nagyon-nagyon tud ez a kocsi. Ezek a kocsik nagyon jól tudnak, úgyhogy ezek kapják folyamatosan majd a izét. A folyamatos tuningolásokat. Úgyhogy ennyi volt a második osztály. Most jön a 3. osztály, jön majd a kék Eco Kupa bajnokság. Úgyhogy gyerekek, ennyi volt a mára. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet. És a következő fejezetben ugye most léptük át a játék felét. És nem sokára még 60-60 medál vár még minket, folyamatosan ezeken a pályákon leszünk, változnak a helyzetek, meg ilyesmi, lesz még anyázás bőven, úgyhogy erre fizikailag, meg lelkileg készüljetek fel. Hát, ilyen ez a játék, mintha ez a játék fogna magát, és az első három résznek a tulajdonságait így magába öltözi. A bővöletesen látványosságok a harmadik részből, a nagy ugrálós, platformos, akciódús, tehát a, hogy mondjam, a nagy látványosság az első részből, a második részből a frusztráltság, a harmadik részből pedig az akció. Ezt karöltve kapjuk meg az X-et csak versenymódjában. Én úgy gondolom, ez egy tökéletes eszencia, és ami megfelel akár negyedik résznek is. Na, ennyi volt a mára, köszönöm szépen a figyelmet, további Rage Mentes szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!